itt, olyan sok fogadság van az esetében. Inside, we are in the room, not exactly one, two rooms above the room where we were before. Exactly the room above. We are exactly the room above where we were before. Okay? And this is, so we are still inside the tower. This is called the pillar room because of this pillar here in the center of the more, more or less inside. And this room is not, it was not used as an observatory because there are no windows there where you can observe the stars, but it was used for meteorological observation. We are suspended between the main building on my left and the east wall of the tower. So the tower is just here. We are outside the tower. This nobody knows. People named teaching because this room was used for teaching in the last 60 years. And so people was, the students were here. I also was a student here. He was a student here. And so we were thought on blackboards that were placed on this side. So nobody knew that there was a painting here until in 1987, it was started the restoration, so this was not used anymore as a teaching room, and we removed the blackboards, and it was discovered that there were something new. So it was completely uncovered, and here you see a very nice planetarium passages. This room, you can see also, there is another instrument here, and this one is still working. Figures on the pillars of the of this room. So this room was used as an observing observatory, and it was used taking instruments like this one that is here. This is an azimuthal instrument of 10 centimeters, and it was taken. Instrument like this, it was taken nearby the doors. This is Tycho Brahe, this is Galileo, this one is Kepler with the orbits, and this is Newton with his glory. And these two professors are Geminiano Montanari, it's a professor successor of Galileo Galilei, and this one is Polemi. Polemi, he was the founder of the engineer school here at the University of Padua. Január 10-én este itt vagyunk Padovában, Prato della Valle. Ez egy nagyon szép parkos terület. Valamikor amfiteátrum lehetett itt a formája alapján. De nem ez az érdekes. Hanem ami mögöttem van, az az érdekes. Érdeklődők százai. Látható. Helyi amatőr csillagászok. Este nagy Jupiter nézést szerveztek. És ebben az alkalomban nagyjából egy tucatnyi különféle tárcső látható itt. Thank you.
Hát ez volt a Csillagászat nemzetközi éve, itt éppen az egyik globális sponsornak látjuk a kislabdáját, megmutatom a hátulját. Egyébként a záró konferencián leginkább arról panaszkodtak, hogy nem volt elég támogatás. Nem csak Magyarországon, de szerte a világban sem. Ennek ellenére rendkívül sok program, nagyon sok értékes program megvalósult. Egyszerűen letaglózó volt, hogy mennyi mindenről számoltak be az egyes országok képviselői. Szlovéniában a vasúti kocsi külsejére helyeztek el például a csillagászati felvételeket, úgyhogy szert az országban láthatták. Volt, ahol a metróban csináltak csillagászati kiállítást, aztán volt, ahol koncerteket tartottak. Pádovában éppen egy színjárodás volt január 10-én este a csillagvizsgálóban, és búcsúzunk egyik nagyon szép téren egy tárcsős bemutatót tartottak több száz ember számára, amit láthattok is az összeállításban. Mit lehet még mondani erről az évről? Jó lenne tovább folytatni, és nem befejezni 2009-et. Még persze nem azt jelenti, hogy naptárhamisításra készülünk, hanem 2010 és a következő évek viszonylag mind a csillagászat évei. Végül, hogy miért vagyunk itt ezen a nagyon szomorú tengerparton, plusz 3 fokos hőmérsékletben? Hát Galilei nagyon okos ember volt, de egy-két dolog azért kifogott rajta, többek között az árapály jelenséget sem tudta megfelelően megmagyarázni. Hát egy kis fricska Galileinek, és egy irigykedő fricska ennek az egész csodálatos országnak, ahol például egy velencei kocsmában is egy Galilei táblázoló grafikában ott az ember.